Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Megkezdődtek a koronázási szertartási játékok olvasópróbái. Az idei esztendőben Szikora János rendezésében negyedik Béla, a második honalapító királyunk története kerül színre. Hetedik felvonásához érkezett az Árpádház nagy királyainak emléket állító sorozat. Szent István, Szent László könyves Kálmán, második Vak Béla, harmadik Béla és második András után 2019-ben a második honalapító, negyedik Béla király koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező a koronázási szertartás játék keretében. Ahhoz, hogy megértsük ezt a példátlan, fantasztikus emberi teljesítményt, ami a Mugi csata után negyedik Béla tevékenységét jellemezte, ahhoz vissza kell nyúlnunk egészen a gyerekkoráig. A gyerekkoráig, amelynek egy alapvető traumatikus élménye volt édesanyja halála, hiszen ő jelen volt abban a pilisi sátorban, ahol a merénylők megölték az édesanyját. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy őt már 8 éves korában királlyá koronázták. Persze ez egy jelképes gesztus volt, de mégis jelezni akarták, hogy ki lesz az utód második András után, és ez a gyerek 8 éves kora óta várt arra, hogy trónra kerüljön. Sokat várt. 21 évig várt egészen pontosan, tehát tele volt tetvágyjal, erővel. És ebben a tetvágyban, ebben az erőben, ebben a bizonyítási akarásban bizony hibák is becsúsztak. Valljuk meg őszintén, én nem látom máshogy, és szerintem ez nem is lehet szépíteni a valóságot. Negyedik Béla trónra kerülésekor türelmetlen volt. Türelmetlen volt, kapkodott, nagyon sok olyan intézkedést hozott, amellyel az ország jelentős részét magára haragította. És ez nagyon szerencsétlenül jött néhány éven belül, hiszen amikor a tatár ide érkezett a határhoz, a Kárpátok kapujához, akkor bizony egy kicsit széthúzó országot látott, amelynek az élén egy uralkodó megpróbálta rendbeszedni a széthúzó erőket, és akkor jött a tatár. Ezt a türelmetlenséget aztán teljesen maga mögött hagyta negyedik Béla, és egy érett, bölcs, megfontó uralkodó tért már vissza a tatárok kivonulását követően, és hozzálátott az országépítéshez. Ha számba veszük, hogy mi mindent csinált ő 1242-től, akkor láthatjuk, hogy itt valóban egy nagy formátumú uralkodó emberi nagysága mutatkozik meg. Ha figyelembe vesszük, hogy milyen találó az alcím, az élet magja, az nyilván az országépítésre vonatkozik. Ugyanakkor hogyan lehet azt az évet bemutatni, ami a szertartást sokat kíséri, illetve önmagában a történetet? Nos, az élet magja részben valóban az országépítésre utal, de utal még valamire, nevetetesen az emberi életre, hiszen ha úgy vesszük, Margit is Bélának a magja, az élet magja, Szent Margit is az élet magja, ez is Bélából jön, ez is negyedik Bélából jön, és bizony bőségesen szórta a családalapítás magvát Béla, hiszen 10 gyermeke volt, a 10 gyerekéből 4 lány, akik közül 2 szent lett, 2 pedig boldoggá avattak. Ezen kívül még volt 2, de ők meghaltak. Nos, ez a fajta morális légkör, ami ezt a családot jellemezte, amely ilyen jelentős egyéniségeket adott a katolikus egyháznak, ez mindezt jelzi, hogy ehhez egy olyan karizmatikus, morális erőre is volt szükség, ami Bélát jellemezte. Nem lehetett az élet magját szórni csak úgy felelőtlenül, és negyedik Béla ebben tökéletes volt. Rendkívüli méltóság és felelősség kíséri a koronázási szertartási játékokat. Hogyan lehet úgy megújulni, hogy tovább visszük az előzőt, és megszólítjuk a közönséget, hiszen erre nagyon nagy szükség van? Ez minden évben egy komoly kérdés, már önmagam számára is, hogy én, mert azt gondolom, hogy ha én elkezdek unatkozni, akkor a néző is unatkozni fog, és azt mondja, hogy ja, hát ezt már tavaly is láttam. Persze vannak benne olyan mozzanatok, amelyeket tavaly is látott a néző, de mégis azért 2 olyan újdonságra utalnék, amely így 7 év során kiforrott a szertartás játékok bemutatásában. Az egyik az maga az oltár helye és magának a koronázás szertartásának a helye és helyszíne.
Már megszoktuk, hogy ez az apszis vonalához közeles oltárt szimbolizáló négyszög hasábnál zajlott. Idén első ízben helyezzük a koronázást hangsúlyosan a kapu, a hajdani bazilika nyugati bejáratához közel épített, vagy ott sejtetett nyolcszögetű építmény az úgynevezett Westwerk környékére, hiszen a legutóbb napvilágot látott építésztörténeti munkák, amelyek Szabó Zoltán kutatásait összegzik ebben a témakörben, azt feltételezik, hogy a fehérvári koronázó bazilika egy kétpólusú bazilika volt. Nem példátlan, hiszen számos történészi és történelmi példákat lehet látni Nyugat-Európa nagy katedrálisainál. Kétpólusa volt, két oltárral, egy keletivel és egy nyugatival, és valószínűleg ez volt a helyzet Fehérváron is. Ebben az esetben a koronázás, mint egy kiemelt, nagyon fontos, szimbolikus aktus, ennek a helye valószínűleg nem a keleti apszis oltárán, hanem az itt elhelyezett oltár környékén volt, és ezt most mi is ide helyezzük. A másik magának a Szent Koronának a jelentése. Az elmúlt évek látogatói megszokhatták, hogy a színpadképet uralt egy óriási méretű korona, ami fölle mozgott, időnként fényben ragyogott, időnként elsötétült. Mi most ezzel szakítunk, ezzel a hagyománnyal, és sokkal inkább hangsúlyt szeretnék fektetni arra a képi üzenetre, ami a ma is a parlamentben látható, vagy akár a Városháza előterében kiállított másolatnál is igazolható. A Szent Korona egy képi üzenetet tartalmaz, hiszen azért is különleges és fantasztikus alkotás ez, hiszen a világtörténelemben nem ismerünk még egy ilyen koronát, mint a Magyar Szent Korona, nem csak azért, mert beavató jellegű volt, vagyis hogy csak a koronázáskor viselték, hanem azért is, mert nincs még egy olyan korona, amely ennyi képet tartalmazna. Egészen pontosan 19-et. És ezek a képek nem díszek. Valamennyi képe a Szent Koronának egy képi jelrendszer, egy képi üzenet kódjai, és nekünk ezt a kódot meg kell fejteni és közvetíteni kell. Mi ezt a képi üzenetet szeretnénk most átadni, és ezzel befejezni egyben az idei szertartásjátékot. Ez mindenképpen egy vizuális újdonsága lesz az idei szertartásjátéknak. Negyedik Béla, a nagyívű országépítő, a dicsőséges aranykor visszaállítására tett intézkedései okán sokat küzdő uralkodó szerepében Lábadi Ádámot köszönhetjük. Azt gondolom, hogy Negyedik Béla az egyik nagyon kivételes személyisége az Árpádházi királyainknak. Furcsa lenne különbséget tenni, vagy ezeket a királyokat megversenyeztetni egymás között. Nyilvánvalóan ugye Negyedik Béláról ez az egész tatárjárás, a második honalapítás, ez egy nagyon sokak által ismert információ. Hát nagyon megtisztelő egy részről ezzel foglalkozni. Biztos, hogy nagy kihívás és nehéz feladat lesz. Egészen máshogy lesz nehéz, mint egy mondjuk Hamletban a Claudiust annó eljátszani. János nagyon felkészült, úgyhogy biztos, hogy jó munka lesz, és szerintem részletes munka is lesz. Nagyon fontos, hogy 12 esztendősen, tehát egészen fiatalon már házasságot kötött, és Második András személyében pedig egy olyan édesapja volt, akinek az idejében szárnyalt a magyar királyság. Ezt hogyan lehet megjeleníteni? Hát az, hogy mennyire szárnyalt Második András idejében a magyar királyság, ez is szerintem visszás, hogy ott nagyon sok volt a német kívülről ugye elég rendesen szétosztotta az országnak a földbirtokait, ugye az ő nevéhez kötődik az aranybulla. Igen, volt egy rivalizálás apa és fia között, ami aztán később Negyedik Bélával is megesik majd, hogy ő is a saját fiával ugyanilyen ellentétbe kerül. Ugye jellemző Negyedik Bélára, főleg amikor trónra kerül, hogy kapkod
egy picit. Mert nagyon, pontosan azért, mert az apjával való ellentéte miatt annyira nem értett egyet rengeteg intézkedésével, hogy ezeket szinte azonnal meg akarta változtatni. És emiatt történtek bajok, tehát a tatárjárás az tulajdonképpen az ő trónra kerülése után nem sokkal következett, és az ő királysága és az ő intézkedése azok a tatárjárás után, tehát ott jött még neki a java. Nem tudom pontosan, hogy ezeket hogyan lehet megjeleníteni, így még nem ma kezdjük a munkát tulajdonképpen, tehát ez itt minden színpadi próbákon fog eldőlni. Az biztos, hogy itt egy nagyon komoly belső tartás az, amire szükségem lesz. Ezek olyan gondolatok, amik ma már szinte csirájában sincsenek, meg a mai emberekben, bennem se. Az, hogy milyen egy igazi államférfinak lenni, vagy a hazaszeretetnek, vagy a bátorságnak ezek a szintjei, ezek a mai 21. századi rendkívül szocializált és civilizált világunkban ezek nem annyira ismert dolgok. Az biztos, hogy követett el hibákat, és az is biztos, hogy rengeteg erénye volt. Itt a hibákat elsősorban a tatárjárásnak az eljövetelére ről gondolom, ugyanis azért lehetett arra számítani, hogy előbb-utóbb az a mongol birodalom meg fog indulni, és nem is mi voltunk a cél, hanem Róma. Tulajdonképpen egész Európát akarták elfoglalni. Az egy másik kérdés, hogy miért mentek vissza. Tehát, hogy 42-ben egyszer csak fogták magukat, és hazamentek. Erről is ugye több elmélet van. Az egyik az az, hogy meghalt a kán, és haza kellett menni egy kán választásra. Ugyanakkor leírásokból lehet tudni, hogy a kán választás azután 5-6 évvel volt csak. Tehát, és egy másik elmélet az pedig az, hogy tulajdonképpen a tatárok olyan ellenállásba ütköztek Magyarországon, azzal együtt, hogy tényleg a fél országot kiirtották, hogy meggyengültek annyira, hogy ne tudják folytatni ezt a hódító utat beljebb Európába, és azért mentek haza. Nem tudom. Minden esetre az, hogy utána ahogyan Béla ebből az egészből talpra áll, az tényleg szinte egyedülálló. Kubik Anna Kossuth Díjas színművészünk alakítja a negyedik Béla hitvesét, Laszkaris Máriát, aki 10 gyermeknek adott életet, és közülük 2-t, Jolánt és Konstanciát boldoggá, Margitot és Kingát pedig szenté avatták. Ezt gondoltam én is végig, hogy tulajdonképpen mennyire fontos ez magának Székesfehérvárnak is, de azt hiszem, hogy ez alatt a közönség alatt bárkit érthetünk, aki az országban kíváncsi a mi saját történelmünkre, valamennyire hitelesen szeretné tudni ezt a időnként meghamisított történelmünket, és kíváncsi a múltjára a városnak, az azt hiszem, hogy mindannyian érdeklődve figyeljük ezt a sorozatot. Többek között én is, és hát titkos vágyam volt, hogy az egyik ilyenben majd én is bekerülhetek, és hát most eljött ez a pillanat, hogy Laszkaris Máriát alakíthatom. Ezt idézőjelben mondom, mert természetesen ez nem egy színházi előadás lesz, hanem egy szertartás játék, aminek teljesen mások a műfai követelmények. Nekem mégis nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen nagyon pozitív alakot, mint amilyen ő volt, megjeleníthetek, még ha nem is színdarab formájában, de hát szerencsére róla sok mindent lehet tudni, és amit lehet tudni, az viszont egészen csodálatos, hogy 10 gyermeket szül, és azok közül 2 szent életű lesz szenté avatva, és 2 meg boldoggá avatva, és várat épít, ami akkor még nem volt természetes folyamat Magyarországon, ugye a tatár ellen felépíti Visegrád várát. Egyrészt a lányának, akit félt, mert itt van a Nyulak-szigetén, és ha a tatár újra bejön, amitől akkor jogosan tartottak, akkor mencsvárul, és hát a vidék asszonyainak, lányainak, gyermekeinek védelmére is a visegrádi várat felépíti. El lehet képzelni, hogy nem akármilyen szellemben
a családját építgette, szeretgette, nagyon kemény hite lehetett. Ezt onnan is tudom, hogy végül is a darabban az én szerepem egy szép kis ima lesz, aminek nagyon örülök. Görögből van lefordítva, és érdekes módon hasonlít nagyon a mi szűzanya tiszteletünkre, mert a szűzanyához imádkozik benne Laskaris Mária. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a gyönyörű folyamatban részt vehetek, és hogy gondoltak rám Székesfehérváron ismét egy ilyen szép munkával. Az idei szertartás játékban a rítus hangsúlyos lesz, de nem uralja az előadást, átengedi a terepet a minden szempontból kiemelkedő élettörténetnek, emelte ki Szikora János, amely idén a végén kezdődik, a koronázással indul, hogy aztán a szertartás további jelenete is beleszövődjenek a történetbe, hol a koronázási rítus ad alkalmat egy meghatározó esemény bemutatására, hol a történetből térünk vissza a szertartás éppen aktuális jelenetére. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!